Már az előző fordulóban is rangadót játszott a Kisvárda, mivel harmadikként lépett pályára a második Puskás Akadémia otthonában. A találkozó gól nélküli döntetlennel zárult, így a két csapat nem cserélt helyet a tabellán. Erős Gábor vezetőedző nem volt elégedetlen a felcsúton szerzett egy ponttal. Most inkább azt mondanám, hogy félig tele van az a pohár, hiszen azért a Puskás Akadémia otthonában döntetlen játszani és onnan elhozni egy pontot, azt semmiképpen nem mondanám rossz eredménynek. Egy kicsit zártabban játszott mindkét csapat, óvatosabb volt, az az igazság. Sajnos 7 gólt kaptunk a legutolsó két meccsen, és egy kicsit stabilizálnunk kellett a védekezésünket. Ezt azt gondolom, hogy sikerült is, és ebből kifolyólag volt egy kicsit óvatosabb a csapatnak a játéka. Voltak hiányzóink, nem nagyon tudtunk kiállni sohasem teljes csapattal, és azért nekünk nem olyan nagyon bő a keretünk, mint akár egy Ferencvárosnak, egy Fehérvárnak, vagy akár a Puskás Akadémiának. Úgyhogy sajnos elúsztak pontok, de még ami nagyon fontos, hogy a kezünkben van, hiszen 5 fordulóval a vége előtt 7 pont előnyünk van a negyedik helyezettel szemben, és meg kell tudni tartani ezt az előnyt, és a csapatot alkalmasnak tartom erre, hogy sikerüljön megőrizni, és megszerezzük az állított harmadik, vagy esetleg a második helyet. A tabella élén a Ferencváros áll 59 ponttal, a második Puskás Akadémiának 48, a harmadik Kisvárdának 46 pontja van. A Kisvárda a hétvégén a 35 ponttal 8. Debrecen ellen gyarapíthatja pontjai számát. Számunkra egy nagyon-nagyon fontos mérkőzésről beszélünk, hiszen említettük itt a Puskás Akadémiánál szerzett egy pontot, de igazán ennek akkor lenne értéke, hogyha a Debrecen hazai pályán meg tudnánk verni, és akkor nem gondolom, hogy foglalkoznunk kell a többi pályán, hogy milyen eredmények születnek, viszont ez a forduló rengeteget segíthetne is, hiszen egy Ferencváros Újpest van, egy Fehérvár Puskás Akadémia, és a Zalaegerszeg a Pakssal találkozik, tehát olyan párosítások van mögöttünk, akik vannak, mindenki ugye egymással játszanak, kivétel természetesen a Ferencváros, a Puskások előttünk vannak, de alakulhatnának úgy is az eredmények, hogy növelni tudnánk az előnyünket, de ehhez hangsúlyozom az a legfontosabb, hogy mi a saját mérkőzésünket megnyerjük hazai pályán. A Kisvárda-Debrecen mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik a Várkerti stadionban.